Több mint 5500-an élnek fedél nélkül hazánkban, ez a legutóbbi népszámlálási adatokból derül ki. 2011 óta szinte folyamatosan nő a hajléktalanok száma, ezt tapasztalják a fedél nélkül élőkkel foglalkozó szervezetek. Körülbelül 60 ember az, akiről tudjuk, hogy Nyíregyházán utcai körülmények között tölti az éjszakáit, akár nappalait, és ezek közül körülbelül 40 embert minden nap fel tudunk keresni az ellátási terület bejárása, illetve a felderítések során. Jó napot kívánok, Periféria Egyesület, Diszpécser Szolgálat, miben segíthetek? A Periféria Egyesület munkatársai többek között telefonos bejelentések alapján értesülnek a hajléktalanokról, emellett autójukkal minden nap bejárják ellátási területüket, így elsődlegesen Nyíregyházán napról napra segítenek a fedél nélkül élőknek. A legtakarót, összekészített ruhaneműt, illetve tartós élelmiszert pakoltunk be. Egy felderítésre fogunk most indulni, ahol a város különböző pontjain fogjuk megnézni a hajléktalan ügyfeleket. A napokban megérkezett az igazi őszi idő, a köd és az eső is gyakori, a hajléktalanok többsége igyekszik védett helyre húzódni ilyenkor, például az Oltalom Szeretett Szolgálat nappali központjába. Az intézmény minden nap délután 4-ig tart nyitva, sokan idehozzák az összegyűjtött alumínium italos dobozokat, hiszen itt automatába dobhatják azokat, majd a gép által kiadott blokkot pénzre váltják be az intézménynél. Ide egyébként érvényes tüdőszűrői igazolással térhetnek be az emberek, akik csomagmegőrzőt is használhatnak, természetesen ingyen, valamint tisztálkodhatnak is. Természetesen van különbség a téli és a nyári kihasználtságunk között. Télen azért közel 200 ember megfordul nálunk naponta, de nyáron sem nagyon megy 150-160 fő alá ez a szám. A hajléktalanok jelenléte még mindig megosztja a társadalmat. Egyre többel lehet találkozni, bár próbálkozik a város, tudok róla, hogy az ellátásukról gondoskodni, de azért vannak olyan emberek, akik lehetetlen ebbe a rendszerbe bevonni, és ők mindig is itt fognak körülöttünk tengeni-lengeni. Az ember úgy van vele, hogy sokszor a szánalom, a dű, a tehetetlenség, ezek az érzések kavarognak bennünk, mikor látjuk őket. A hajléktalan ellátásban a krízis időszak november 1-én indul, így akkortól a szervezetek és az önkormányzatok is a lakosság nagyobb odafigyelését kérik.